Dombóvár város önkormányzata idén is meghirdette a Dombóvár kenyere akciót. Egy másik pékség volt itt az ötletgazda néhány évvel ezelőtt. Az a pékség sajnos megszüntette tevékenységét Dombaváron, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ezt a folyamatot szeretnénk továbbvinni. Nyilván nagyon fontos, hogy minden eladott kenyérből 20 forintot félretesznek ők, és a lakosság által kiválasztott egyesületnek fogják átadni 2023. augusztus 20-án a kenyérszentelést követően. Az elmúlt években is nagyon nehéz helyzetben voltunk, amikor kiválasztottuk a város kenyerét, de ez mögöttem látható kínálatban látszik, hogy az idén aztán még nagyobb bajba voltunk. Azt gondoltuk, hogy egy olyan kenyeret próbálunk választani, amely nyilván a családok nap mint nap meg tudnak vásárolni, nap mint nap el tudják fogyasztani, azt a méretet képviseli, amely egy-két napon belül el is fogy. Nyilván a mögöttem látható, hogy mellettem látható kenyér, mint fehér kenyér, buzalözbű készülnek, eltérő technológiával, de én hiszem és remélem, hogy ez a kenyeret, amit most kiválasztottunk, nagyon sok vásárlót fog volna vonzani, és nagyon sokan fogják támogatni majd azt a Dombóvári Egyesületet és Alapítványt, amelyet az elkövetkező két évben helyi lakosok megszavaznak, hogy 2022-23 év vagy város kenyeréből befolyt támogatás kié legyen 2023. augusztus 20-án. Ötödik alkalommal indít szavazást a város Facebook oldalán arról, melyik szervezet legyen az, amely a következő egyéves időszakban érdemes a támogatásra. A pékség tulajdonosa többféle kenyérrel érkezett a polgármesteri hivatalba, hogy a város előjáróival és jegyzőjével közösen válasszák ki azt, amely majd a város kenyere lesz augusztus 20-án. Igazán azt gondolom, olyan széles ma a kínálat, és hála Isten Dombaváron is, hogy nem tudtam leragadni egy kenyérnél. Alapvetően a buzából készült fehér kenyeret szeretem, és mindegy, mögöttem is látszik, ez hála Isten minden formájában megjelenik Dombaváron, úgyhogy színes kavalkádot lehet vele összeállítani, és megmondhatatlan válik a fehér kenyér. A kenyerek szemügyre vétele, majd megszegése után jöhetett a kóstolás. A város polgármestere számos kérdést szegezett a tulajdonosnak, hogy kellő információ birtokában tudják eldönteni, melyik legyen a város kenyere. Most gondolom, hogy a kenyér azért fontos, mert ez a fő oka, ami az embernek az élet tartja. Kenyér meg a víz, ez kell. De ez a kenyér, ha beszélünk a milyenki, a mi termék, hogy miért ilyen jó, azért, mert mi már régóta családi vállalkozó vagyunk, több mint 50 éve foglalkozunk ezen, én folytatom tovább, mert a szüleim csinálták, és én ide kerültem 2020-ba, és azóta folyamatosan csinálom itt Dombóváron. És a kenyér azért finom nálunk, és jó, mert hagyományos módon csinálunk. Liszt, élesztő, víz, meg a só, és ennyi az egész. A legkeresettebb kenyérforma a vekni, ebből is a fél és az egy kilogramot vásárolják a helyiek. Kovászos, egy kis élesztő, mert élesztő kell, de a többi technológiát nem árulom, mert az titkos. Az olasz kemence van, csak a sütés úgy lesz, vagy úgy van, mint a hagyományos régi kemencek, amit fából fűtenek, ez ugyanaz. A milyenki és ilyen kemence, csak gyors technológia, mert ezen lehet sütni fával, gázolaj, gáza, meg a elektromos. Úgyhogy bármelyik nincs ezeket között, akkor mi tudjuk folytatni. Kenyérből tehát biztosan nem lesz hiány Dombóváron. 2022-ben a többféle forma közül a győztes a fehér buzalisztből készült virágdíszítésű kenyér lett. Augusztus 20-át követően egy évig ennek a kenyérnek az árából 20 forint kerül a támogatási alapba, amely összeg a dombováriak döntése alapján jövőre augusztus 20-án kerül átadásra egy helyi szervezet számára.